tehát a stop tábla az azért stop tábla, mert ott kötelező a megállás. A másik, ugye az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, ugye mindenki ismeri. Ki az, aki kerékpárral jár egyébként iskolába? Vagy szokott kerékpározni akár hétvégenként, szülőkkel, testvérekkel? Tehát azért használjátok a kerékpárt, ugye? Jó. Akkor ezeket a táblákat ismerni kell. Jó. Mindenki tudja, mi az, hogy főútvonal? Ismeritek a főútvonal táblát? Melyik az a tábla? Megmutatod nekem? Az a sárga négyszínű tábla. Az a romos tábla. Jó. Valamiért nagy a forgalom, bizonytalanok vagytok. Akkor inkább, srácok, álljatok meg, szálljatok le a kerékpárról, és toljátok át a másik oldalra. Jó? Ez a biztos. Ami még nagyon fontos, hogyha elhagyjátok mondjuk Hajdunálnás, vagy annak a városnak a területét, ahol éppen vagytok, és kimentek lakott területen kívül főútra. Srácok, benne lesz a Tesla-ba is, már most felhívom a figyelmeteket rá, bár lehet, hogy el fogtok siklani fölötte. Kerékpáros főútvonalon hogyan fordul meg, vagy fordul balra? Félúton eszembe jut, hogy otthon maradt a pénztárcám, telefonom, táskám, blablabla, és vissza szeretnék fordulni, mondjuk. Na ezt hogyan oldom meg? Felszállok, és akkor visszamegy. Tökéletes. Ő a stop tábla. Ő az E betű. Na, mi a mellette lévő tábla? Róla is beszéltünk. Mit jelent ez a tábla? Főútvonalat. Főútvonalunkhoz milyen betű tartozik? El. El betű. Jön egy autó szemből, ő lesz a C autó. Ő pedig balra akar kanyarodni. Tudom, mi a teendővel. Rajta van? De ne!